Hiába énekelt az esődől a Gyönki Gimnázium zenekara, szerencsére elkerült a rossz idő a búcsúzó középiskolásokat. Összesen 705-en álltak először, és így utoljára a placon, képviselve 8 iskola 42 búcsúzó osztályát. Balog Szabolcs, az első Béla Gimnázium diákigazgatója úgy búcsúzott a társaitól és a várostól, sohasem adjátok fel a reményt. Arról beszélt, korosztálya egy célvonalhoz érkezett, ami lezárt egy életszakaszt. Az előbbiekben említett célvonal egyben egy rajtvonal is. Rajtvonal egy hosszabb, göröngyösebb, veszélyesebb pályához, ahol a díj értéke is jóval nagyobb elődjénél. Így aztán nem, hogy nem szabad lassítanunk, de még nagyobb sebességbe kell, hogy váltsunk. Ácsezső Szekszárd polgármestere búcsúztatójában azt mondta, Szekszárd mindig hazavárja a távozókat, és legyen a város minden egykori középiskolása számára egy olyan biztos pont, ahová mindig haza lehet jönni, akár évek múlva is. A város vezetője személyesen is találkozott a végzősökkel egy hosszabb beszélgetésre. Több probléma is felvetődött ezeken a beszélgetéseken, az egyik volt a közbiztonság kérdése, a másik, amit mindenképpen szeretnének, hogyha változna itt Szekszárdon, hogy több olyan közösségi térre lenne szükség, ahol ők ki tudnak kapcsolódni, egy kicsit tudnak beszélgetni, nem feltétlenül alkoholt fogyasztani. Jelképesen vagyunk most itt a placon egyébként, mert érdekes módon ugye a plac egy olyan közösségi tér, ami ezt a célt kellene, hogy szolgálja, de kevés információval rendelkeznek a gyerekek. Több mint a fele nem tudott erről a területről, hogy itt van egy ilyen közösségi tér, ahol be lehet ülni, lehet beszélgetni, lehet csocsozni, lehet játszani. Ilyen irányú megkeresések jöttek, illetve egy komoly felvetés volt azzal kapcsolatban, hogy jók a szexuális rendezvények, meg nagyszerűek a szexuális események, de kellene olyan fesztivál, kellene olyan rendezvények is, ami elsősorban ennek a 14-18 éves korosztálynak szól. Szekszárd minden végzősének búcsú ajándékkal kedveskedett. A ballagást megelőző rendezvény végén felszálló luftballonok is a továbblépés idejét jelezték.